Kapinya István nyugdíjas, 9 éves kora óta tolnai lakos. Már közel 60 éve foglalkozik galambokkal, jelenleg 42 szárnyasa van. Hosszú évekig volt a Szekszárdi Postagalamb Sportegyesület elnöke. Gyerekkoromban falu nevelkedtem, és hát ott a szüleimnek már, sőt nem a szüleimnek, hanem majdnem minden háznál volt galamb. És én nekem ottan nagyon megtetszettek a galambok, ottan akkoriban még csak nézegettem őket, mert még 6 és 9 év között, amikor észrevettem, hogy hát engem érdekelnek a galambok, csak nézegettem, és mikor elköltöztünk Tolnára, hát apukám hozott ide is galambokat, hogy majd tart tovább galambot itten Tolnán is, csak hát itten már valahogy megkaptam én, tehát én folytattam a galambászatot, és valamivel komolyabban, mint az édesapám, és akkor ezt egy szomszédunk is észrevette, aki postagalambtenyésztő volt, sőt versenyző volt, Hidasi Jánosnak hívták, Hidasi János bácsinak, és ő fölgarolt engemet, és javasolta, hogy cseréljük ki a galambállományt postagalambra. És akkor ki lett cserélve postagalambra, akkor, mert először még itt Tolnán is galambdúcunk volt, és a galambdúcot akkor kicseréltük egy ilyen hasonló, mint a jelen pillanatban látható galambházra, és hát ottan folytattam a galambászatot, napjainkig versenyzek. Nem vagyok a élversenyző, de nagyon szeretek versenyezni, hozzáteszem. Nem irigylem sose másoknak az eredményét, sőt, büszke vagyok már csak azért is, hogy legalább az egyesületünk valamire viszi. De vajon mi is az a postagalamb verseny, hogyan is zajlanak ezek az események? A szakértő azt mondja, akár 1200 kilométeres távolságot is megtesznek az állatok egy verseny alkalmával. A versenyek, azt tudni kell, hogy különböző versenyzési formák vannak. Ezt még a versenyek előtt elmondanám, tehát van az, hogy a természetes módszerrel való versenyzés és az özvegyversenyzés. A természetes versenyzés, az természetes módszerrel történő versenyzés tulajdonképpen az, amit én csinálok, hogy a galambok párba vannak és fészekről vannak röptetve, versenyeztetve, tehát fiókát nevelnek. Az özvegyversenyzés pedig olyan, hogy nincsen párjuk a galamboknak, tehát külön vannak választva a galambok, a hímek, és külön vannak választva a tojók. És ott is még meg van különböztetve, hogy totál özvegység, vagy normál özvegység, ami annyit jelent, hogy a galambokat, hogy vagy csak a hímeket röptetik, vagy pedig a hímeket és a tojókat is versenyeztetik. Mert vannak olyan esetek, amikor a hímek nem úgy repülnek, nem olyan aktívan, vagy olyan intenzíven repülnek, mint ahogy kellene, akkor néhány tenyésztő beállítja a tojó galambjait is a versenyekbe, ami annyit jelent, hogy mind a két állományt röptetik, csak arra kell ügyelni, hogy mikor megjön a galamb, valamelyik, akár a hím, akár a tojó, akkor azt azonnal be kell tenni a fészekre, hogy a párja, tulajdonképpen azt mondtam az előbb, hogy páratlanul röptetik, de tulajdonképpen van párja, csak el vannak véve. Tehát ezzel serkentik arra a galambot, hogy minél előbb hazajöjjön. A galambnak az állandó gyűrűje, ami egy szám található, és ez egy fix gyűrű a lábon, azért, hogy tudjam bizonyítani, és ennek van egy ellenőrző kártyája, hogy tudjam bizonyítani, hogyha valahol berepül, hogy akkor az én galambom volt. Általában van 9 és 12 utat szokunk versenyezni egy nyáron, ami úgy történik, hogy május 1-ével, május 1 és 5-e között kezdődnek a versenyek, és július 18-20-a, 22-e között érnek véget a versenyek, amik hetente történnek, általában szombati gyűjtéssel és vasárnapi eresztéssel. Na most, hogy még annyit, hogy az utak úgy indulnak, hogy 100-120 kilométeres távolságról kezdődnek a versenyek, de elmennek 800 kilométer is, 800-830 kilométerig is
az egyesületi, illetve a kerületi versenyek. De nem csak ilyen versenyek vannak, hanem vannak maratoni versenyek is, ami általában három útból áll, és az már 800 kilométer fölött, 800 és 1200 kilométer közötti versenyekről beszélünk olyankor. Na most ezt a maratoni versenyeket, ezt már mindenki nem versenyzi, csak akinek tényleg nagyon jó hosszú távú galambja van. A galamba a tájékozódását a napállása, illetve a föld mágnesessége alapján válaszza meg. Hát a napállás a legjobb, mert azt már a galamb rúc, ahol van, onnét megállapítja a galamb mindig, hogy a nap hogy áll a reggeli órákban az ő rúcához képest, és akkor annak az irányába indul el. Általában egy rossz dolog van, mert a galamb tömegbe szeret repülni, és tömegvonzás általában elviszi a galambot más irányba, tehát nem egyenesen közvetlenül jön haza, hanem ilyen cikcakba. Egyszer repül jobbra, repül balra, azt akkor egyszer majd csak, mikor már közel van a utcához, akkor kivál a tömegből és hazajön. Nem minden galamb alkalmas a maratoni megmérettetésekre. Van különbség, mert a galamboknál is van olyan, hogy hosszú távú galamb, rövid vagy közép távú versenyekre alkalmas galamb. Tehát magyarul, hogyha valakinek nagyon jó rövid távú galambja van, az nem biztos, hogy hosszú távon is sikeres, sőt, elképzelhető, hogy a hosszú távon a rövid távú galamb el fog veszni. És a különbség az ugye, hogy ebben még az, hogy a rövid távú galambok azok rettentő gyors galambok. Tehát a versenyek maximum 10 perc alatt lezajlanak, és egy rövid távú verseny azt tudni kell, hogy 100 és 300 kilométeres távolságról zajlik, és mondom, hogy akár egy 300 kilométeres távolságról jövő galamboknál is maximum 10 perc alatt vége a versenynek. Na most, hogy ez mikor derül ki? Ez a versenyek alatt derül ki, hogy milyen, mire alkalmas az a galamb, hogy rövid vagy közép vagy hosszú távra, de ha már ez kiderül, akkor viszont a tenyésztőnek tudnia kell, hogy a későbbiekben ő a galambjait milyen irányba tenyésze, hogy rövid távúnak, vagy hosszú távú, vagy akár középtávú. Kapinya István úgy fogalmaz, sok emberi tulajdonsággal rendelkeznek a szárnyasok. Azt mondtam ugye, hogy olyanok, mint az emberek, tehát párban él a galamb. Ha összepárosodik egy galamba párjába, az akár egy életen keresztül, az el nem veszik, vagy el nem pusztul, akkor azzal a párjával él. Sok galamb, hogy úgy mondjam, nagyon szerelmes és hűséges. De vannak a galamboknál is olyanok, hogy vagy a tojó, vagy a hím félre megy egy-egy alkalommal. Tehát itt is van olyan, hogy hűtlen lesz a galamb. Megmarad a párja, megtartja a párját. Csak hogy például erejéig itt is van, itt említettem már, hogy van egy fehér, meg egy vörös hímem. Hát a fehér tojó, vagy a fehér tojó, és egy vörös hím, és a fehér tojó az nagyon hűséges, de a párja azért néha rákacsint másik tojóra is, és akkor, de nem hagyja ott a saját párját, hanem él vele tovább. Boldogan csak, mikor az fészken ül, akkor lehet, hogy ő elnéz másfele is. Hát én nem tudom úgy megmagyarázni, az igazság az, hogy nem csak a galambot, én a madarakat is nagyon szeretem. Csak például erre így mondanám el, hogy még általános iskolában jártam itten Tolnán, és abban az időben, mikor még iskolás voltam általánosban, rengeteg volt a varjú. És mikor a varjuk itt télen repültek, vége láthatatlan ideig repültek, órákon köröztük, csak repültek, és én nem tudtam az órán a tanítóra figyelni, csak az ablakon bámultam ki, és néztem a varjokat, hogy hát hogyan repülnek. Na most a galamboknál is ugyanez van, hogy például mikor most is, hogyha kiengedem őket, egyfolytában az eget kémlelem, hogy merre repülnek, nem, hogy támadja őket valami héja, vagy milyen aktívan repülnek, nem egy betegek, mert hogyha betegek, akkor egy-egy galamb kiválik belőlük, az leszáll,
és hát tehát a lényeg az, hogy állandóan az eget figyelem, és bámulom a galambjaimat. A mások szóval arra gondolok, hogy a szomszédok azt hiszik, hogy valami baj van, mert hát, hogy a kapinya kiáll az udvar közepére, azt akkor csak az eget nézi. Tehát ez valahogy úgy nálatok, vagy a galambok iránti, madarak iránti szeretet, amitől nem tud az ember egy idő után megválni.